Az adventről, a karácsonyi készülődésről kérdeztük nagy tiszteletű Koncz Tibort, a nagykunsági református egyházmegye esperesét, akitől azt is megtudtuk, milyen ünnepi menü készül náluk. Köszöntöm nézőnket, nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes úrral beszélgetünk arról, hogy hogyan is készül a család a karácsonyra, mennyire fontos önnek és a családjának a szeretet ünnepe. Köszöntöm a kedves televízió nézőket, és örülök, hogy találkozunk. Hát nekünk most különleges, már egy ideje, inkább így mondom, de ez az év is különleges lesz, mert mivel két nagyfiúk van, ezért még már felnőttek és már önálló életet élnek, ezért ki kell érdemelni, hogy találkozzunk velük. Ugye ezt szokták mondani, hogy kisgyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond. Hát a kisgyerek az elérkezik az idő, amikor szeretne a családtól eltávolodni, ezt meg is kell érteni. Most meg az van, hogy megpróbáljuk őket visszaédesgetni, hogy a nagy önálló életet. A mama főztével még azért esetleg lehet. És meg azért, hogy ünnepeljünk már együtt. Nyilván ilyenkor ugye két fiúról van szó, és állítólag jó kiállású fiúk, ezért mondták régebben nekem, hogy esetlegesen nem hiányzik egy lány a családból, hát hoznak, úgyhogy nincsen ezzel gond. És viszont így versenyre kelünk, konkurálunk a választottakkal, hogy nekünk is jusson egy kis idő. Úgyhogy így készülünk. Emellett persze rengeteg szolgálattal, ami azért, ez most nem olyan mondat lesz, ami valami mentegetőzés vagy rázkodás, de próbálják ki a kedves televíziónézők, hogy azért beszélni valamiről, mert szokták mondani, hogy beszélni mindenki tud. Uh-huh. Beszéljenek. Próbálják ki, hogy ugyanarról, a témáról, éveken keresztül. És mindig valami újat. És mindig valami újat. Rá fognak jönni, hogy nem is olyan könnyű. Éppen ezért, amikor azt mondom, hogy rengeteg munkával jár egy ünnepes időszak, karácsonyi istentiszteleteknek a megszervezése, azt tessék úgy érteni, rengeteg szellemi munkával, készüléssel jár, hát azért a 45 percért vagy 50 percért rengeteget kell, hát akár nem csak órákat, napokat is föl kell áldozni. Amellett, hogy nyilván van egy hivatalunk, amellett, hogy működik az egyházközség, az intézményeivel, annak a nyűgeivel, bajaival, és még azért az egyházmegye is, hiszen esperesként egy egyházmegyével is kell, hogy törődjek, plusz még egy egyházkerület. Tehát ez eléggé mozgalmas szokott nálunk lenni, úgyhogy talán említettem azt, hogy majd később kell engem megnézni, hogy mi ennek a hatása. De hát akkor gondolom, hogy inkább a cipekedés, a bevásárlásnak a nagy része, a fenyőfa befaragása az inkább az ön feladata marad ilyenkor, és nem. A felesége pedig az ünnepi ebédet, vagy azért ebben nem, is? Nem bíznak ennyire bennem. Nem? Ilyen nagy dolgokat. Nálunk a fenyőfa dolgát azt vállalom, kell szolgálatra jelentkezem, ez megvan, de többiben... Hát, nem vagyok én egy megbízható ember. De akkor a menüsor jóváhagyása. Igen, az úgy néz ki, hogy amit szeretnél. Tehát ez így néz ki, ez a jóváhagyás. És csak akkor küldenek el, bevásárolni, hogyha tudják, hogy nem sürgős. Mert ha én elindulok, és találkozok emberekkel, akiket egyébként kedvelek, szeretek, akkor nyilvánvalóan elkezdek beszélgetni. És azért lássuk be, hogy egy rántásnál nagyon jó lenne a tejföl időbe érkezni. Tehát ez nem az én világom. Én szoktam mondani, ugye a feleségemnek a több dolgára, amit én nagyon-nagyon becsülök, hogy én a mecénás vagyok, illetve a producer a történetben, de semmi más egyéb aktivitásban én nem veszek részt. És egyébként a lakás feldíszítése az elkezdődött már, vagy inkább ez is ilyen utolsó pillanatos? Ez utolsó pillanatos. Utolsó pillanatos, tehát itt az utolsó egy-két nap, ami nálunk egy ilyen turbulens állapotot generál. A két fiunk közül az idősebbik az én kézügyességemet örökölte, tehát nem szóltok hozzá nem szabad rábízni semmihez. Ami törékeny, azt messze rakni? Igen. És a mi
kettőnknek ez a fölfogás, hogy jó van az úgy. Uh-huh. A kisebbiknek, a fiatalabbiknak azért van az kreatívabb egy kicsit. Sokkal kreatívabb. És rá is kell engedni, rá is kell bízni ezekre a dolgokra és ezeket a dolgokat. És ő az édesanyjával nagyon profi. Úgyhogy én nekem csak egy dolgom van, hogy élvezzem, élvezzük. És a menü az mennyire lett már karcagiasabb, mint ahogy mondjuk mielőtt még karcagra költöztek? Nem, ez hozott anyagból dolgozunk. Tehát ami nekünk, és főleg a feleségemnek a főzési kultúrájából való, az tökéletesen bevált. Ami extra, ami a saját, az az én édesanyámnak a úgy mondják, hogy szabolcsi töltött káposztája. Uh-huh. Ez a paradicsomos, paradicsom, az igen. Nagyon zseniális, tehát az, ami szokott lenni. Egyébként a feleségem a halászlé párti, és de ezt nagyon profin csinálja. Tehát minden, ami az ő évtizedes tapasztalatából való, azt mi örömmel és készségesen elfogyasztjuk. Uh-huh. És akkor mi az a szaloncukorban a hagyományos, vagy az újdonság? Tehát inkább újdonság. A zselés. Tehát engem meg kell letni. Tehát engem meg kell letni ahhoz, hogy én a szaloncukorral... Jobban legyen? Igen, igen. Tehát nekem valószínűleg ugye a gyermekkoromból való traumák egyike, hogy én a szaloncukorral úgy voltam, hogy az később tudtam meg. Én olyan ösztönös voltam, hogy van ez a mondás, hogy az ösztönös marxista az, aki nem tudja, de teszi. Én nem tudtam, de úgy voltam vele, hogy szerintem a 70-es években a szaloncukor az nem volt minőség. Én a 70-es években, mint gyerekeskedő. Hát ez a konzum, mi még igen, mi azt tettük. Én azt nem tudtam, de éreztem, hogy ez valahogy nem százas. Uh-huh. Később kiderült, hogy igen, többnyire ilyen melléktermékeknek a fölhasználása. És ezért most már úgy vagyok vele, hogy nagyon ritkán, de akkor az olyan legyen. Tehát akkor lepjenek meg. Tehát a sós karamellástól... Erős pistástól kezdve minden. Azt még nem. Azt meghagyom inkább a halászléhez, az uh-huh. erős pistát. De biztos vagyok benne, hogy most is lesz olyan meglepetés, és ez a feleségemnek a reszortja, aki ezt figyeli, tudja, és megfelelő módon prezentálja. Utána jár, most nem akarok cégeket mondani, vagy termékeket, de vannak olyanok, amire ő ugye rá van készülve, hogy akkor az új dolgokat majd ő szépen... Tehát a jól bevált dolgokon nem változtat akkor. Anélkül, hogy elmondanánk, hogy mit vásárolt, megvettem már az ajándékot, személyre szabottan hogyan veszi meg, hogy figyeli a elejtett fiúk egy-egy mondatát? Ez mindig személyre szabott, és meg is kérdezem őket. Tehát olyat nem csinálok, hogy a harmadik, mint régebben valamiből. Volt, ugye, hogy a édesapa vásárolt olyat, amivel ő akart játszani. Aha. Tehát ezt azért sose volt így, de el is engedtük. A kis vonat, meg egyébként. Persze, meg a fegyverek, meg a nem tudom miért. Nem, mindig az volt, amire nekik volt igazából affinitásuk, vágyakozásuk. Ez egy könyvet is jelentetett egy játék, az amikor kisebbek voltak. Volt éppen egy könyv, valóban. Uh-huh. Most már inkább ilyen technológiai dolgok vannak, mert... Új fényképezőgép esetleg. Az is, de hát az ugye minden évben nem lehet, hanem esetleg kiegészítő. Uh-huh. Nekik most a saját szakmájuk miatt van olyan, amiben szerintem hasznos lesz, amit kapnak. Ugyanígy vagyok a feleségemmel is, tehát megkérdezem, elmondja is, hogyha van rá mód, akkor miért ne? De megfordítva is. Tehát engem is megkérdeznek, hogy mi az, amire gondolok, mire körülnék. Ez szerintem sokkal értelmesebb, mint hogy... Itt a sokkal itt nyakkendőt megkapni. Igen, mondjuk nekem a nyakkendő az hasznos mondjuk, lenne, igen. De ennek ellenére sokkal korrektebb így, mert akkor annak igazából hetekig, tud hónapokig, az ember. Akár évekig tudok örülni, mert tudom, hogy az életem része, nem pedig valamit föltettem a polcokra. Tehát mi nem vagyunk ilyen gyűjtőgető életmódúak, nem vagyunk olyanok, hogy zsákszámra ajándékokat elteszünk, és akkor amiket nem használunk, mert nincs értelme. Hát akkor én azt kívánom, hogy legyen minden ajándék az, aminek van értelme, és mindenki azt kapja, amire vágyik, amit most azért nem fogunk kitalálulni, és hát azt, hogy legyen úgy a karácsonyi ünnepi asztalon minden étel, hogy ahogy te szeretnéd, önt idézve. Én boldog ünnepeket kívánok önnek és családjának.
nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet. Én is köszönöm, és én is mindenkinek boldog ünnepet kívánok.